Sziasztok, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Szép napot, jó szerencsét kívánok nektek! Hát eljöttem hozzátok, most készíteni fogok itten a gyerekeknek is egy igazi ilyen patterházas Emil bácsis igazi gombócot fogok készíteni, lekváros meggyes gombócot. Nos, nem is szaporítom a szót továbbá, hanem már is mondom, hogy mi kellene hozzám. Hát itt van egy kis ilyen úgynevezett itthon, hogy zsömlemorzsa, vagy prézliki, hogynak mondja, ez egy olyan fél literes csuporra, és akkor magvazott meggy, és magam főzte lekvár, amit én főztem ki még a nyáron, szilva lekvárt. Na, hát ennek a mennyisége körülbelül olyan 30-40 dekányi, ez is az is. Továbbá három jó ökölnyi szem krumpli, őrölt szegfűszeg, őrölt fahéj, egy vaníliás cukor, illetve kettő vaníliás cukor, és a liszt, azt látni fogjuk, hogy mennyit fog majd fölvenni majd a krumpli majd hozzá a gombóchoz. Nos, hát ugye már is hozzá fogunk, meg fogom tölteni majd a lekvárra, szilva lekvárra a gombócokat, és közben egy meggyet fogok benne még egy kicsit úgy belevarásolni. Nos, hát úgy működik a dolog, hogy elkezdjük, mint ahogy hagyomány szerint általában szokták csinálni, majd tenni ezt a három krumplit meg fogom most hámozni, és össze fogom kockára darabolni, és fölteszem egy kis sós vízbe, tehát főni. Próbáljuk egy kicsit vétnyomvágni a krumplit, hogy ne pocsékolódjon el, ugye ma már minden, hogy tudjátok, hogy nem olcsó semmi ma, sajnos ebben a világban. Most. És ezt a kontrollát most eltávolítom innen. Nos, akkor jövök a meghámozott krumplit. Egyen a mostunkhoz, jövök egy kapot, és jó alaposan így. Megmosogatjuk így szépen. Vizet kiöntjük még egyszer. Így és egyenként így megtöveszik a krumplikat. Nos, hát így már megmostam a krumplikat. Hát ez így működik, hogy így szépen, így apróra össze fogom vágni. Illetve hát úgy négy fele, hogy az a lényege, hogy minél hamarabb megfőjön ilyen vaskárt, vagy vékonyak, csak az a lényeg, hogy ne vastag legyenek, hogy hamarabb megfőjön. Na, valamikor az a helyzet, hogy édesanyám olyan sokat csinált nekünk, gyerekek voltunk, ezt a gombócot, hogy fantasztikusan nagyon örültünk neki. Hát ugye nem így csinálta, hanem ő csak sima lekvárt tett bele sokszor, vagy pedig még az se, hanem volt, mikor túróval csinálta, az ennek több változata lehet. Most én azért mutatom meg, hogy annó idején körülbelül így készítettük mi. Na, vékonyra összeaptítottam ezt a három krumplit. Burgonya, pityóka, krumpli, kumpli, ki hogy mondja neki, ugye? Tájszólásilag, hát ez egy ismert. Na, tovább még egyszer egy kicsit így a csapnál előblítem ezt a krumplit, szépen így egy kicsit így. Hát most lehet egy kis szűrőt is használni, vagy valami, de
de így a kezemet így ide szoktam szedni, és akkor így szépen leszoktam így szívni. Így én ennyi. Tehát nem olyan sok vizet teszünk hozzá, éppen hogy csak ellepi a krumplinkat. Így ennyi elég szerintem. Tesszük a tűzhelyre. Beindítom most. És hozok egy kis sót. Hát ez most sót dobol megint olyan kicsit nagy lukó, de kb. Egy olyan mokkás kanálnyi, kb. Fél mokkás kanálnyi sót fogok bele ebbe a... Így. Nos, más műveletünk nem igazán van. Megvárjuk, hogy a krumpli puhára feljön. És jövök vissza nem soká. Hát gyerekek, itten csináltam egy ilyen minőségi ellenőrzést, nézzétek ilyen szépen, úgy látom ez a krumpli már, látjátok, ez már pontosan úgy van, hogy megfőtt. Nagyszerű, egyébként a főzési időről csak annyit, hogy a krumpli függő az egész, mert ugye lehet, hogy sárga krumplival lehet főzni, tehát minden krumpli ma már nem egyforma, úgyhogy több időt, kevesebb időt vesz igénybe. Az a lényeg, hogy megnézitek, hogyha megpuhult a krumpli, akkor tökéletes. Most itt ilyen retro szűrőt vettem elő, ezzel, és már is akkor elzárom ezt a villanytűzhelyt, és akkor le fogom szűrni a krumplit itt a mosdónál. Így, most így félre, és egy kicsit így nézzétek csak így. Na most az a lényege ennek az egésznek, hogy beleteszem ebbe a műanyag edénybe, és várni fogok vele egy kicsit, hogy hűljön meg. Tehát ugye meg fogja égetni a kezünket, ugye forró, nem fogok összekavarni tulajdonképpen, meg amúgy is, hogyha összekevernénk a liszttel most, akkor többet venne fel, szóval nagyobb volna a felvétele a krumplinknak. Nos, ezt ide teszem most az asztalra, és nem sokára jövök vissza, egy picit hűl, körülbelül egy 5-10 percet. Hát az helyzet, hogy már szépen itt megnézzük, ilyen elmekült a krumpli, hát akkor már eljöttünk olyannal, hogy egy kicsit megtörjük a krumplit, jó? Így, ebben a krumpli törő segítségével, nagyjából ebben a segédeszközzel alaposan, így. Szavam járása mindig, hogy nagyjából így néz, hát nagyjából így fog mindenki kinézni. Hát az a lényeg, hogy ez minél jobb pépesre tudjuk összetörni ezt a krumplit. Nem veszek igénybe ilyen robot segédeszközöket, hanem ezt a manuális törő eszközt használom erre. Jó, közben már a picike oda be is hangját. Így szépen látjátok, milyen eléggé jó. Úgy látom, hogy ez ideálisan meg lett törve. Na most az van, hogy egy tojást fogok bele kocintani. Így. És akkor nem teszünk bele nagyon sok sót, így mutatom is így a tenyérbe körülbelül egy ilyen csipetnyit így. Így körülbelül ez egy ilyen negyed mokkás kanálnyi mégis, mert ez nagyon meg fogja keményíteni egyébként az állagát, úgyhogy ezt most jól összefogom így a tojással így kavarni. Így. Most kéne Rita nénének az a keverőgépje, ugye, amit szoktok használni, de én most ezt így
kézzel, ez nem ilyen nagy vasítás, gyerekek, úgy nem kell hozzá használni semmilyenféle roboteszközt. Nos, ez már úgy néz ki, hogy ez már pont így jó. Most akkor elillantom magamat, egy kicsit még itt az tiszta, de azért még egyszer kezet fogok mosni, mert kézzel fogom össze kavarni ezt a masszát a lisztbe. Hát egyébként lesz egy olyan, hogy nem olyan sokat, tehát ez megint úgy lehet mondani, hogy annyit fog igénybe venni egyébként, amennyit fölvesz majd a krumpli, meg a tojás. Mennyit fog fölvenni. Ez majd az ő dolga lesz, de azt ígérem nektek, hogy elkészítek egy olyan finom lesz, hogy hetente több alkalommal el fogjátok készíteni ezt az ételt. Úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek, mert nem azért mondom most, hogy én készítettem ezt a lekvárt, tehát boltilag is lehet lekvárt, egyébként lehet ebben ribizlit is tölteni bele, és lehet fahéjjal ötvözni, tehát bármilyen jellegű tölteléket lehet itten használni ebbe a stádiumba. Hát kezet mostunk ugye, és körülbelül ez egy kiló liszt, hát ennek az 50-nek, ennek a 25, körülbelül ennek a felé, így fogom bele szórni. Ebben nem biztos, hogy elég lesz, illetve kevesebbe, majd látni fogjuk, hogy mennyit fog fölvenni a krumplink. Hát ez egy olyan 25 körül már jó satsz. Ja, hát egyelőre ennyit fogok. És ezt fogom most kézzel jól összedolgozni. Látjátok, kiveszem most a villát belőle. Hát ebből egy jó tészta alapot fog már készülni. Ó, már itt lecsolgott. Na, akkor nézzük is, hogy milyen lesz ez. Így alakul, mint púpos gyerek a prés alatt, ugye szokták mondani. Kiléről teljes az egész masszát, illetve ezeket a dolgokat. Jól kidolgozzuk ezt a tészta alapot, így lesz az igazi. Na gyerekek, hát ezzel már úgy néz ki, hogy el is készültem. Tessék, ilyen laszti formában. Mindjárt megnézitek, látjátok milyen szépen. Így jövök vissza, vár is. Na gyerekek, az a helyzet, hogy ez krumplis tésztát alaposan meg kell így liszttel szórni ezt a részleget, ahol fogom, hogy hát ez ragadni fog. Mindenütt érje. Így. Nagyszerű, úgy látom, hogy meg is van. Nos, továbbá most teszem oda a tésztát, és ki fogom gyúrni. Itt van. Egy kicsit ezt is elhívjuk, hogy ne ragadjon annyira. Nos, hát ugye előkapjuk itten Rita néninek a sodrófáját. Még ez nagyon jó, még nem kaptam ki vele amúgy egyébként. Na jó, csak vicc volt. Ezzel fogom most készíteni ezt a finom kis ételt. Látjátok milyen szépen, de egyébként van, seprűnyélből csináltam anyámnak valamikor régen ilyen sodrófát, de ugye nem olyan volt, mint ez. Hát egy ilyen kocka jellegűt akarnék én, hogyha ez összejönne. Ha meg nem jön össze, akkor úgy jártam. Hagyományos nyújtófát is lehet használni. Mármilyet. Ja,
Egyébként nagyon praktikus ez a görgős. Ezzel nagyon könnyű ilyen jellegű tésztákat, vagy bármi nyújtanom olyan szépen. Viszi, hogy elő van írva. Gyerekek, körülbelül így ilyen vastagságú a tészta, ez már így jó. Így, nézzétek, hát ez egy ilyen kartonpapírnyi vastagságú, ennek a vastagsága. Elkezdtünk arra a pontra, hogy ezt most föl fogom így szépen így kockákra vágni. Így. Ez nincs meghatározva, ki mekkorát cigarettás doboznyi nagyságú kockákat fog vágni, vagy attól kisebb, vagy nagyobbat. Tehát ez már nem igazán mérvadó. Hát ezt meg így levágom a szélét, mert ez nem adta ki. Na most továbbá így fogom ezeket a kockákat szépen. Nem lesznek olyan szabványosak. Minek úgy is megesszük. Már egy kicsit ragadsz. Egy szintike most nyűgösködik az anyukája, éppen most fürdeti. Így szépen. Na, nagyjából elkészültünk. Egy kicsit vágunk le ezekből, hogy mégis a formája legyen meg mindegyiknek. Így félreteszem, majd abból készítünk majd nudlit. Most így megengedem ezt a lábas fél vízzel. Egy olyan 2 literrel. 2,5 liter, ez már nem mérvadó. És fölteszem ide-vissza a tűzhelyre. Adok neki egy kis gázt, és adok neki egy jó csipet sót megint a víznek. Körülbelül. Így abba. Ennyi, és már is ugrik a majom a vízbe, illetve formázzuk a gombócokat. Van a jó házi lekvár. Így itt a házi megy. Megnézem, ami jó, amúgy már nem romlott meg, vagy valami. Csak viccelek, amúgy nem romlott meg. Ó. Gyerekek, ez olyan, mint a szilvárot most tettük volna fáról. Maximálisan nagyon, nagyon jó. Nos, hát körülbelül egy olyan mokkás kanálnyit helyezünk ide erre a kikockázott tésztára, és egy ilyen medgyet tolok ide bele, és így a 4 sarkát így össze fogjuk ilyen batyú jellegűre, így, így szépen összeformáljuk, és már meg is van a gombóc, majdnem, mert utána így összesodorjuk, és akkor így szépen így a kicsit a kezünkkel így próbálunk belőle ilyen gombóckák. Majd össze fog ez forradni, így szépen. Így. Elkészültek a gombóc. Egy gombócka elkészült. Közben vizes lett a lábasnak az alja, és azért serceg ott, mint a vadállat, de a kutyát se érdekli most az. Megint ugye teszek ide egy ilyen kis mokkás kanálnyi lekvárt. Úgy gyerekek, ez olyan finom ez a lekvár, hogy ez őrület. Egy kis medgyet bele, megint összefogom a 4 sarkát. Tehát ezt nem azoknak mondom, akik tudják, hanem esetleg akik eztet nem készítették még el, de szerintem 99%-a elkészítette a világnak, úgyhogy az országnak mindenki, és ismerik ezt az ételt, és bizonyára nagyon sokan szeretik is, mint ahogy én is szeretem így ezeket a gombóckákat, tessék így szépen. Továbbá megint egy kis mokkás kanállal, így haladunk tovább, szépen egy medgyet bele, nem akarok mindenkit untatni, egyszer-kétszer elmondom rajta, úgyhogy ennyi az egész. Gyerekek,
Elkészültem majdnem már vele, de még nem korán se vagyok teljesen kész. Az a helyzet, hogy azt mondtam, még a mamám nagyja, tehát 23-as születésű volt a nagyanyám, és mondtam neki, hogy mami, te miért vagy ilyen ügyes, meg nagyon jó nézni, mint amit csinál. Tudjátok, mi volt a válasz rá? Azt mondta nekem, kisunokám, ide figyelj, jó az öreg fa árnyékába megpihenni. Meggyőződtem itt a szememet. Mondom, ezt mire értjük? Hát úgy, a szószoros értelmében. Hát most képzeljétek el, van egy öreg nagy tölgyfosz, mikor nagy meleg van, milyen jót lehet hűsölni alatta, de egy fiatal fa, amit ültetünk, egy kis vékony fát, az alatt még nem igazán tudunk megpihenni teljesen. Ugye? Nyilvánvaló. Ami ezt azt sugalta, még fiatalon az embernek mindig fejlődni kell, majd amikor beérik arra az időre, akkor tud igazán. Mindenki mondja mindig, hát a mama káposztája, az anya káposztája, az anya húslevese, ez gyerekek arra van. Nos, nem is szaporítom tovább a szót erről a régi témakörről. Itt elkészültek a gombócok, így maradt ki egy kis töltelék, majd beteszem a hűtőbe. Ez egy rekváros kenyérlesből, azt majd meg lehet tenni. Nos, itt maradtak ki nekem ilyen, mint beszéltem is, ilyen kis gyirib darabkák. Hát ezzel úgy csinálta a mama is, hogy így elsodortuk. Tehát így csináltunk belőle egy ilyen kis kígyócskát, vagy valami. Ilyen. Itt elsodorkattuk. Így meghúztuk egy kicsit. És akkor késsel így vágtunk belőle így egy ilyen körülbelül 2 cm-es kis darabocskát. Így, és ezt majd a gombóccal együtt, tehát ki fogom így főzni. Így. Így szépen. Hát de várom, majd készedjen már. Na, megérkeztél? Hát, megérkeztem már, itt teszek amúgy, mindjárt eszek egy májkrumos kenyeret, de... Ne nagyon legyél már egy krémes kenyeret, mert nem sokára kész van a finom gombóc. Jó is ez. Kíváncsi vagyok az ízire, mert általában ezt anyu szokta csinálni, de most aputól kíváncsi vagyok, jó lesz. Én meg azt mondom, még mamától láttam, én meg ezt itt annól, meg az anyámtól még. Mamától? Igen, annól idején, úgyhogy. Na sem most volt. Hát nem nagyon most volt. Gyerekek, akkor jövök a gombikkal. Már is itt vagyok. Így kézbe hozom ide, és szépen óvatosan így bele a forró vízbe. Megfőzzük így. Így szép lassan. Így. Számolom közben. Nem sok. Így. Kész, van. A mici macskóm már meg van őrülve. Pocs. Ugyanak így a barát. Hát az a helyzet, hogy amit mi készítünk saját kezüleg, az mindig tudjuk, hogy mit eszünk. Így. Szintike is fűtik. Így. És most jönnek ezek az úgynevezett kis apróságok, amit mondtam, hogy nem akartam volna, hogy elpocsékoljam a krumplis, finom, tésztás témát. Hát ezt is belefogom. Így. És ezt is ki fogom főzni. Nos, hát ugye olyan nagy téma nem lesz már, ezt meg kell főzni. Enyhén, nagyon finoman, lájtosan, érezve megkavargatjuk egy picikét. Mégis nehogy véletlenül oda kapja már egy gombócunkat. Szépen, így!
Nos, hát körülbelül annyi ennek az időtartalma, még följönnek a víz tetejére ezek a gombóckák, meg ezek a kis angyalbögyörők, úgy szoktuk mondani, nudli, vagy ki hogy nevezi. Hát ez már elkészült, már ezek megfőttek. Nos, hát nem lesz más dolgunk, ezt most le fogom szűrni itt a csapnál. Elzárjuk a tűzhelyet, és óvatosan, hogy ne menjenek széjjel a gombik. Hát ezek szépek lettek, gyerekek, nézzétek, látjátok, milyen szép gombócsok lettek belőle. Ennyi, én egy kicsit a vízzel így ide teszem a kezem, hogy itt ennek a segítségével így lehűtjön őket egy kicsit. Szépen kész. Nos, most ezt bele fogom helyezni, megvárom, hogy a víz még csorogjon le. Róla. Így, és akkor ebbe a tálkába így óvatosan bele helyezem, így mi szépen. És most ezt ide félreteszem. Már úgy látom, hogy már fölhevült ez az olaj, mint mondtam, hogy nekem ennyi zsemle morzsára van szükségem. Így a háromnegyed része. Körülbelül így ennyit. Hát ez elég. Na most annak van egy nagyon furcsa, aki nem tudná, esetleg a háziasszonyok már igen, hogy folyamatos kavarást igényel, tehát ezt még így szépen meg nem pirul, mert ez olyan hamar oda kapja, hogy az elő van írva. Úgyhogy ezt szép aranybarnára megpirítjuk, már nem ebből is aranybarna, de látjuk azt, hogy mennyire fog megpirulni. Nos, hát körülbelül ilyesmi állaga legyen a zsömle morzsának. Ez már eléggé úgy látom, hogy pont ideális erre a dologra. És félre is húzom, hogy véletlenül se kapjon ezt a tűzhelyet, meg most itt lenudlizzuk. Így. És ide félre teszem ebben a konyharuhas segítségével. Egy kicsit mindig kavarom, hogy miért még elég forró lápasznak az alja. Úgyhogy ezt ide oldalra teszem. Na nézzétek, milyen szép színe lett. Így az egész. Most akkor már itt három ilyen evőkanál, jó púpozott evőkanál kristálycukorral megszórom a tetejét. Így. Jó, édes legyen, mint az élet. Továbbá van ilyen, hogy van ilyen cukrunk. Ebből is, hát ebből egy olyan két csomaggal teszünk be, ez is eléggé édes. Így. Kész. Továbbá van itt olyan, hogy őrölt fahéj, kicsit megsodódik, mert ilyen nehezen nyílik ki a kalacskó. Ebből körülbelül egy ilyen ott jó mokkás kanálnyit kap. Ez eléggé, mert ennek ez nagyon intenzív a magok, és továbbá őrölt szekvűszeget fogok még beletenni. Egy kicsit megtépen így. Ebből se sokat teszünk, mert akkor eléggé marós lett ide, és egy kicsit enyhén, egy olyan félmokkással elég vele. Most tovább ezt jól össze fogom kavarni. Ezeket a cukrokat, ú, gyerekek, micsoda. Ú, micsoda illata van ennek, ha tudnátok azt, hogyha most ezt át tudnám adni nektek. Hát de át tudom adni egyébként, ha elkészítetek, ugyanígy akkor át tudom adni nektek ezt az illatfelhőt, ami itten mosolyog rám, hogy őrület, komolyan mondom, veszettség környék, ez olyan finom,
illatfelhője van ennek az ötvözetnek. Így. Most összekavarom, és már is jövök vissza mindjárt a következő művelettel. Nos, hát akkor így szépen összejátszottam ezeket a dolgokat, a cukrot minden benne, és akkor megint egy kézi alkalmazás. Egyenként ezeket a gombóckákat így jól bele fogom ebbe hentelgetni, így. Szépen teszünk bele többet is. Elég úgy látom, hogy eléggé forró is. Így. Alaposan. Nos, gyerekek! Nem sokára jövök a tálalással. Nos, sziasztok, gyerekek! Újra itt vagyok. Hát elkészült a gombóc. Nézzétek, milyen omli. És akkor szóltam már, Mici Mackó már ide helyezkedett el már. Tessék, nézzétek, milyen igazi pazar. Nagyon finom. Na, ide teszem neked a repetát. És hoppá, itt a gombóc. Na, hát ezt majd a szemmel már leesett. Na, hát akkor jó étvágyat kívánok neked hozzá. Egy minőségi ellenőrzést kérnék szépen, itt van az evőeszköz, és kóstold meg, hogy milyen. Nézzük a belsejét. Fú, hát a balti az nem ilyen. Na, kenyér alakvált, és képzeld el, hogy milyen ízű. Húha! Meg házileg vár, fú! Kanubli! Láttátok, magáról beszél a dolog. Nagyon finom lett, nagyon ízletes, incsiklandozó. Készítsétek el, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Megígérem nektek, hogy nagyon finom. Erre garanciám van. További szép napot, legyetek szerencsések, millió puszi ölelés nektek. Sziasztok!